Hiánybetegségek akkor alakulhatnak ki, ha a szervezet kevesebb vitaminhoz, jómelemhez jut, mint amire szüksége van. Első jelei lehetnek ennek a fáradtság, kedvetlenség, levertség. Ilyenkor vitaminpótlást ír föl az orvos. De nem csak a testünkben, a lelkünkben is kialakulhatnak hiánybetegségek. Ilyen lehet például a közösség hiánya, a szeretet hiány, az ölelés hiány, vagy éppen a nyugalom utáni vágy. Az elmúlóban lévő járványos időszak mindezeket a lelki hiánybetegségeket felerősítette, és fájdalmasan tudatosította bennünk, hogy életünk egészséges működéséhez nem csak a vitaminok és a nyomelemek, de az emberi kapcsolatok is nélkülözhetetlenek. Van mit bepótolni a közeljövőben. Isten igéje ma így biztat bennünket a Kolosszéi levélből. Hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Ez az ige egy létfontosságú kincsre hívja fel figyelmünket. Az Isten dicséretére, az éneklésre. Bevallom, nekem nagyon hiányzott az elmúlt időszakban a gyülekezeti éneklés. Bár szép volt az orgonaszó, a felhangzó zsoltár, a bátorító igehirdetés az Isten tiszteleteken, de hiányzott az évszázados örökségünk, az a közösségi éneklés, amely Luther szavaival szólva a szívbe énekli bele az evangéliumot. Hogy ezt ne csak értsük, hanem éljük is, és egész valunkat átjárja, megújítsa. Igen, az elmúlt időszakban tapasztaltuk, hogy az ének elnémulása is okozhat hiánybetegséget, az Isten dicséretének hiányát. Ez pedig bennünket hitünkben erőtlenné, fásultá tehet. Míg az Istent ma való magasztalás kiemel minket a napi gondokból, és felemeli tekintetünket Urunk felé, emlékeztetve szabadító hatalmára, jelenlétére, úgy annak hiánya pontosan azt tudatosítja bennünk, hogy gyengék vagyunk, és napjainkat különféle félelmek szorításában éljük, az ének felszabadító ereje nélkül. Pedig az Isten dicséret óriási erőforrás, hiszen kifejezésre juttatja érzéseinket, fájdalmunkat, bánatunkat, gyászunkat, vagy éppen örömünket, hálánkat, köszönetünket Isten iránt. Megfogalmazza azt, amit mi szavakba nehezen öntünk. Ugyanakkor összekapcsol a másikkal, a velem együtt éneklővel is. Most pünköst felé közeledve, tanúi lehetünk annak a csodának, hogy templomunkban újra kinyílik az énekeskönyv. Fellapozhatjuk kedves énekeinket, és magasztalhatjuk Istent az emberi énekhanggal is. Most már reménységünk szerint semmi sem szabhat gátat a közös éneklés örömének, ajándékának. Megszűnhet az a hiány, amely Isten tiszteleteinket olyan furcsán érzővé tette. Van miért magasztalni Istent, megköszönni, hálát adni néki. Felcsendül tehát az Isten dicséret, szárnyal a zengő imádság, a hála, a köszönet a megtartó szeretetért, gyógyulásért, a testvéri segítségért. Adja az Úristen, hogy soha ne némuljon el az őt magasztaló ének, hogy átéljük az ő kegyelméből szeretetének mélységét
és magasságát a hozzászóló dicséretben is.